te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggel! Jó reggel! Gábor, hello! Szia! Gábor. Köszönöm szépen, hogy megvártatok. Igen, de mi, későn ébredtél, vagy elhúzódott a reggeli készítés, mi történt? Nem. Sok helyet pörkölted korán, a magvakat. Korán keltem, de amint látjátok, hoztam nektek egy kis kóstolót, én is ezt reggeliztem most. Feri múltkor mondta, hogy jó volna valami kis füstöltet. Hát vagy sósat, igen, mert mindig édeset mondasz, igen, és igen. Én meg nem bírom az édeset. Úgyhogy ezt nem ma reggel készítettem, de ma reggel hoztam végleges formájára. Igen, egy hetet csináltam, most találtam meg a hűtőben, igen. Nem, ezt este készítettem. Ennek össze kell érnie a hűtőben. Ez a következőkből készült. Jó kis erdélyi gombás zakúszkát vettem, de ez még nem minden, ugye, mert ez az alap. És ehhez jó kis paprika, tehát sült paprikából készült ilyen krémet készítettem. Egy kis ilyen piros paprika krém van benne. Füstött gabonakolbász, ahogy Feri kértem. Úgyhogy ez most én sós... nem kértem a füstött gabonakolbászt. Gábor, te biztos, hogy rosszul emlékszel. Hát a füstölt ízre gondolod, ja, igen. Jó. Igen. Légy szíves, kóstoljátok meg, egy kis tornával szívesen tárolnám itt nektek, és na, azt gondolom, van, hogy így ide vele. Akkor teszteljük gyorsan. Jó, eleget diszkoztatnak. Jó, ez most nagyon feldiszkoztatok, hogy jó. Fantasztikus lesz. Rohadt éhes vagyok, mert az avon be van keverve, de akkor lehet, hogy ez most megint igen, az ilyenkor a B-vitamin, egy kis sörélesztő pejhet tehettem volna bele, de most ebből most kimaradt. Ebben akartam mondani, a B-vitaminok miatt. A tormát szeretitek egyébként? Tehát hát abban a mennyiségben, hát ahogy most, te rátetted, ott Bali igen, be fog könnyezni. Most raktál rá egy fél kilót most már igen, kicsit erősebb lesz most ez, de nem baj. Aha. Ja, akkor és akkor ezt meg, és milyen felé indulhatunk? Hánykor kelsz egyébként, Gábor? Mikor ébredsz? Mikor ijadsz meg? Kakassal? Igen? Keltem. Igen, igen, mert muszáj még egy kicsit futni, gondolkodni, e-mailezni. Szoktam egy ilyen rengeli töprengést tartani, kis gondolkodás, átgondolás, és utána indul a nap. Tehát, hogy hol az alsógatyád, vagy ez egy ilyen meditáció? Egy ilyen meditáció jellege, vagy nem mindegy, hogy az ember mind töpreng, vagy mind budipapír, ugye? Tehát, hát olvasok Bibliát, áhítatot tartok, van egy 10-15 perc, szerintem ez muszáj. Muszáj, mert a nap hosszú, stresszes, és kell, hogy az ember úgy induljon, hogy ne kapkodjon. Elgondolkodik, hát ez szokás nálunk a családban, gyerekekkel, családdal. És utána indulunk, úgyhogy így megelőzhető az autózás közben is stressz is. Tehát nem nagyon kiabáltam, nem ráztam az ötlet. Semmi? Picsit elszomorodtam, mikor láttam azért az M5-ös végén azt a sort. Nem akartam elhinni, hogy ez a Népligetig áll, és valóban, igen. A kocsiban van valami nasolni való ilyenkor? Tehát nem, csak vizet, csak folyatékot fogyasztok. Igen, ilyenkor. Semmi hát ilyen. Mert otthon már reggeliztem. Telezabáltam magát a reggel. Majd meghallgatjuk, mi volt a reggeli. Na, mivel készültél nekünk ma reggelre, Gábor? Mit hoztál? Nagyon sokan kérdezik, hogy az odáig rendben, hogy foglalkozunk ilyen speciális témákkal, korábban ugye savasodás, lúgosítás, aztán ilyen különböző hírekkel, de az emberek szeretnének egészségesen élni és táplálkozni, vagyis az alapszabályokat kérték, hogy nagyon sokan legalábbis írták, hívtak is telefonon, hogy miért nem beszélek többet az alap eszmékről. Tehát először is hányszor együnk egy nap, milyen időközönként együnk, ihatunk evés közben, mit reggelizzünk, ugye erről sokat beszélünk, de mikor és mit vacsorázzunk. Tehát ezek az alapkérdések, én megvallom, hogy elkövetem azt a hibát, hogy azt gondolom, hogy hát ezt mindenki tudja. És ezért szinte nem is foglalkozom ezzel, de eljött az idő, hogy erről egy picit beszéljünk. Érdekes egyébként ez a folyadékfogyasztás kérdés is, és az, hogy hányszor együnk, hiszen tudjátok, hogy ma már a szakemberek azt mondják, hogy sokszor együnk keveset. És nem tudom, hogy ti hányszor esztek, de arra kell figyelni, hogy nehogy ez nasolásba menjen át. Tehát szinte egész nap. Ugye azt mondják, az amerikaiak szinte egész nap esznek, és ritkán látni az utcán olyan embert, akinek a hóna alatt nem volna valami olyan papírzacskó, amiben valami nasolnivaló chips egyebek vannak. És Magyarországon is egyre több, ugye szinte, hogyha elindulok innen, stúdióból 5 percen belül szerintem találok egy olyan helyet, ahol lehet valamit vásárolni. És sajnos a szakemberek adják a lovat az emberek alá, hogy akkor egyél nem tudom 5-ször, vagy 6-szor. Az nem jó sok az 5? Hát nézzétek, a gyomoremésztésből indulok ki, a gyomornak legalább 3, de inkább 4-5 órára van szüksége ahhoz, hogy kiürüljön. Uh-huh. És alapszabály, hogy a gyomorban nem adunk ételt addig,
amíg az előző nem távozott el, mert a gyomor nem folyamatos működés, hanem szakaszos működésű, vagyis ugye evés, emésztés, és akkor az eltűnik ugye a patkóbélbe, és utána eszek újra. De hogyha valaki nem várja meg ezt a legalább 4 órát, de kéne igazából 1 óra pihenő még a gyomornak, hogy föl tudjon készülni a következő sósav termelésre, mert azt ne felejtsük el, hogy bivaly erős sósavban a gyomorban, és hogyha ettünk, a sósav ugye az összekeveredik az étel, majd visszaszívódik a maradék. Lényegében eltűnik a következő adagot, egy szárazállás kéne a gyomornak, aha, igen, amikor a gyomor pihen, fölkészül. De gyakorlatilag egész nap sav hatás alatt van a gyomor, hogyha valaki mondjuk 2 óránként vagy 3 óránként eszik. Aha, tehát akkor mondjuk 7-kor délben és este 5-6-kor, ez szerinted ideális? Én azt mondom, hogy igen, kivéve, hogyha valakinek olyan betegsége van, hogy az orvos azt javasolja, nyilván ezt hozzá kell tennem, tehát epe, kivették az epéjét, és folyamatosan ugye az epe ilyenkor őrül a bélbe, vagy cukorbeteg, de ma már azért külföldön is az a nézet van, hogy ritkítjuk az étkezést, csak azért találták ki ezt az egyél gyakrabban, és le fogsz fogyni típusú gondolkodást, mert ugye az ember hajlamos egyszerre sokat enni. És ezáltal el tudták azt érni, hogy a sokszor evés révén az emberek egyszerre keveset esznek, és való igaz, hogy a fogyókúrában a sokszor keveset elv némileg szerepet kapott, csak ma már ott tartunk, hogy az emberek szinte 2 óránként esznek. Tehát a sokszor kevesebb, a szerencsésebb, mint a kevesebb szer nagyon. Ha legalább eltelik 3,5 óra, vagy 4 óra, tehát ha valaki mondjuk korán reggel tud reggelizni, ez ritkaság egyébként mondjuk 6:30-7-kor, és aztán mondjuk eszik, nem tudom én, 11:30-12-kor, utána 3-kor és 7-kor, lehet, hogy ez így megoldás, de kicsit erőltetettnek érzem. Felnőtt egészséges ember számára a napi 3-szor étkezést javasolom, vagy 3,5-szer. Mi van, ha éhes vagyok közben? Gyümölcsöt, vagy zöldséget eszem. És milyen gyümölcsöt? És ha tényleg éhes vagyok? A lényeg az, hogy a 3 főétkezés között fehérjét, szénhidrátot, helyesebben ugye keményítő tartalmazó élelmiszert igazából ne vegyünk magunkhoz. Ha valaki megéhezik, akkor de a gyümölcs étkezés is azért érdekes, mert megreggelizem mondjuk 6:30-kor, és ha 9-kor, 9:30-kor bedobok egy almát, akkor az teljesen beerjeszti a reggelit. Ugye, mert az alma, az összekeveredik a friss alma a már majdnem megemésztett reggelivel, tehát ezek ezért furcsák, ha mondjuk valaki ebéd előtt egy órával elfogyaszt egy almát, az rendben van, mert akkor már ugye a reggeli nincs a gyomorban. Uh-huh. Hogy ebédig kibír, de 11-kor egy alma? Bár a savat fog csinálni, tehát lehet, hogy pont éhes lesz. De ezért kérdezem azt, hogy milyen gyümölcsöt javasolsz? Mert akkor ezek szerint az sem mindegy, hogy mondjuk mit fogyasztasz, és mikor. Ebéd előtt egy órával már az almát, a körtét, a szilvát, ezeket javasolhatom nyilván idén jelleggel. Alapvetően a reggelibe építjük be, de ott a banán, ami kifejezetten laktató, azt a reggelibe be lehet ugye építeni. Én azt vallom, az egészséges táplálkozás arról ismerhető meg, hogy hosszú távon tehetségérzést okoz. Akkor is, amikor a gyomorban már. De nem pont a vércukorra mondják, hogy azért egyél többször keveset, meg állandó szinten tartja a cukrodat, mint hogy hülyére zabálod magad egyszer, fölmegy a cukrod, beesik. Ha sokszor eszel kicsit, akkor az ad egy állandó vércukor szintet, csak nem terheled szét a szervezetet. De mert pont azt olvas, hogy inkább naponta többször, 5-szer, 6-szor kevesebbet. Most azt a finomított élelmiszerekből. A finomított élelmiszerekből azért mondják, mert. Tehát miért nem azt mondják, hogy egyél rendes reggelit, mondjuk egyél egy olyan rostban gazdag, amikről itt azért szoktam beszélni, csak nem mindig örültök neki, hogy ezek a zabos, hajdinás, köleses reggelik hihetetlenül beállítják a vércukorszintet, és szinte erőt kell venni magamon, hogy ebédeljek. Mert annyira nem vagyok éhes, csak folyadékot kíván a szervezet, teljesen beáll a vércukorszint, pedig valószínűleg a gyomromban már nincs ott az a köleskás, amit reggel megettem, de bivaj erős, és teljesen beállítja a vércukorszintet, nem vagyok éhes, és tudok teljesíteni, egyszerűen, ez jó így. Abszolút. Én azt gondolom, hogy a fehér zsömlé, szalámi, sajtos szendvics után körülbelül 2 órával megint megéhezem. Pedig energiatartalmában nem sokkal kevesebb, mint mondjuk az, amit én reggelizek, csak az nagyon hamar ugye nassolási kényszert vált, kileesik a vércukorszint egy ilyen fehér kiflis, fehér zsömlés, mágia rakásos valami után. És az dobja meg a cukrot, és azután esik be a cukor, és esik, akkor leszel újra éhezem. Uh-huh. És akkor erre azt mondja a szakma, hogy hát ne azt csináld, hogy megeszel egyszerre 3 fehér zsömlét, hanem inkább egyél 2-3 óránként egyet. És akkor ehhez képest ugye nincs ez az inzulin sok, kisebb lesz a hízás esélye, stb. Tehát ezt én értem, ezt az elvet, csak nem értem teljesen meg, nem tudom elfogadni, hogy miért nem merjük azt kimondani, hogy egyél igazi graham kenyeret, vagy rost cipót, abból egyél 2 szeletet, kend meg olyan krémmel. És hát Feri is szokott azért olyan recepteket föltenni, úgy tudom az internetre, hogy amik olyan igazán házi jellegű háziak, és akár hogyha hús is van benne, de azok igazán laktatók, és nem vagy éhes utána mondjuk 2-3 órával.
pástétomok, egy jó padlizsánkrém, egy jó házi diókrém azért igazán laktató. Én nincs is gyomorontásod? Soha nem is volt, hogy elcsaptad a gyomrod, és feküdtél otthon, és bilagitért sóhajtoztál? Nem, mert ami már olyan, hogy elcsapná, azt már behozta nekünk, tudod? Igen. Nem, csak kérdez, egyszer feküdtél az ágyon szombat délután, és azt mondod, ezt már kellett volna. Basszus, ha megtudom, már nincs ilyen, mert azért a hétvégén ez sok emberre megtörténik, hogy fekszik, és délután kettő üvölt az asszonynak, hogy hozzon valamit, nem? Mert azt a francia krémes már nem kellett volna nyomni. Soha nincs ilyen, hogy egyszer-egyszer túl leszed magad? Múltkor megkívántam nagyon a csicsóka krémet. Nagyon most komolyan ne hűjj. Az kicsit meghajtott, ezt komolyan mondom. De tényleg? Nagyon most ne bozkodjunk. Az meghajtott. Most beszéljünk komolyan. Meg a csicsóka krémmel kicsit túlhajtod. Igen, mert az inulin az meghajt, és időnként kicsit sokat vagyok képes belőle enni. Nagyon megkívántam. Két mokkás kanál helyett hárommal bűnözöl. Tehát, és akkor kiült a bal válladra egy kis ördög, és azt súgta füled, hogy egyél még csicsóka krémet, Van egy kis varázsa annak. Egyébként visszatérve a kérdésre, ha visszaemlékezem az elmúlt évekre, igazán nem volt ilyen. Talán, hogyha vendégségbe olyan ételeket ennék, mert ugye az a nehéz, amikor meghívnak egy mennyegzőre, és... Mennyegzőre szeretlek! Azt mondják, főfényre! Ne szégyeld magad, Gabikám, egyél, és olyan a salátából csipegetett. Olyan egészségtelen szület, ha fél ökröt eléd, igen, az mondjuk, hogy nehéz azért neked csipegetni, igen. Igen. Tehát, hogyha ott igazán ennék ott mindenből, ilyen teljes ételeket, akkor lehet, hogy ez meghajtani, mert annyira nem szokta meg a szervezetem, hogy biztos, hogy rosszul lennék tőle. De egyébként a kiválasztásod rendben van? Úgy értem, pörög a vízóra rendesen? Van nagyon jó vízóra, olvasom. Igen. Ha esetleg kellene. Figyelj, mi van a rágózással? Kérdezi, és ez egy jó kérdés, hogy például aki kaja után bedob egy rágót, segít az emésztésben, vagy folyamatosan termeli a gyomorsavat, mint egy az evés illúziójában ringatva a gyomrot, ezáltal át is vágja a gyomrot, és túl sok gyomorsavat termel. Jó kérdés, mindenképpen savat termel. Miért tettük fel a kérdést? Ezért tette fel Balázs, mert jó kérdés. Ezért jövök minden reggel, akkor mit tettük? Ez a dolgom, ezért vagyok itt, ezért csinálom. Persze, hogy jó kérdés. Egy a gondom a rágózással. Na, mi a gond? Hogy amíg rágjuk azt a rágót, addig a szervezetünk azt evésnek észleli. És amíg a szervezetünk evésnek észlel valamit, addig a gyomor nem tud áttérni a saját programjára. Ugye a szervezetünk úgy működik, hogy 20-25 perc után, amikor a rágást abba hagyjuk, a gyomor észleli, és elkezd működni. A rágózáskor a gyomor szerencsétlen nem tudja, hogy mi történik. Tehát valamit rágunk, de soha nem nyeljük le. Folyamatosan termelni a savat, mert várja, hogy valami történjen, nem történik semmi. Ideig, óráig ez elmegy, aztán elkezd emészteni, de a gyomor folyamatos készültségben van mindaddig, amíg az ember rágózik. Ezért... Na de? Igen? Ja, semmi, csak így. Ja. Gondolkodj tovább, nyugodtan, János. Mondj, Gábor. De tényleg, tehát hogyha viszont evés után fogyasztod a rágot, tehát evés után rágozol, amikor van táplálék a gyomrodban, akkor viszont rásegít az emésztésre. Tehát amit te mondasz, az üres gyomornál, úgyhogy nem étkeztél előtte és rágozol, akkor veri át a gyomrot, és akkor ő indít be felesleges gyomorsav termelést. De hogyha evés után fogyasztod, akkor az jó. Így van, tehát a plusz sav a segíti a gyomor működést, bár nekem mindig kérdéses, hogy mennyi sav kell a gyomornak. A gyomor tudja, hogy mennyi savra van szükség ahhoz az élelmiszerhez, de ő túl fogja termelni a savat, ettől egy picit azért tartok. A másik pedig ugye az, amit mondtam is, hogy nincs meg a leállás, nincs meg a megállás, a nyálmirigyek is dolgoznak, a gyomor várakozik. Mi van mondjuk a frissen facsart gyümölcslevek, ugye sokan adnak a gyereknek télen. Reggel adják inkább éjgyomorra, reggeli után adja a szülő a gyerek kezébe, mielőtt elmegy a gyerek mondjuk óvodába, este facsarjunk a gyereknek mondjuk egy narancslevet, vagy nem is nagyon szereted, mert mondjuk túl sok gyomorsavat csinál, vagy... Evés előtt javasolnám 15 perccel a narancslevet, hogyha így nagyon szakmailag nézzük. Evés után, ugye az egész narancslevet be fogja szívni az élelmiszer, valamennyi savat azt csinál, de nem sósavat az a baj, hanem az egészen más, máshogy fog működni, és az emésztés is zavart szenved, hiszen narancslében úszik az egész rendszer. Egyébként a nagyon fontos, hogy az emberi gyomor az nem úgy működik, hogy mindent betáplálok, és akkor majd valahogy eldolgozgat vele. Meg a sav mindent majd szétmar, megemészt és kész. Mert sokan úgy gondolják, mint egy ilyen vegyes tüzelésű rendszer, hogy majd mindent szépen szét savazunk benne, és akkor az rendben lesz. Nálam működik. Hát
Bizony. Férfiak? Jó, tehát egy biciklit is megeszel, megsérzed. Hát de akkor működik. Fogsz egy kereket, megeszed, érted, a bicikli küllőt, a te savad, az elemészti egy óra alatt. Aztán kiköpi a szelepsapkát, és és még egyet adjatok. Egy Martin kemence. Nagyon ügyes, hogy három mountain bike-ot megeszel reggelire. Találkoztam olyan férfiakkal, akik ezt mondták, 48 éves korukig, 50 éves korukig, aztán jön a férfi változókor, ami nem úgy működik, ugye, mint a nőknél, hanem emésztőrendszeri vérnyomás, egyéb. Amikor vonzolik ezt a miniszoknyát. Én meg sok olyannal találkoztam, képzeld el, aki ez nem jött el, és 70 évesen is ugyanúgy megcsinálta. Most egy-egy az hogy megevett egy biciklit, vagy hogy nem, mondj, kettőt, akkor ja, már kettőt. Tehát megeszi a csípős füstölt csülköt, meg egyebeket? Hát igen, például. Na jó, de nem mindegy, hogy mozogsz-e, vagy nem, gondolom, sportolsz-e, vagy nem, tehát van egy csomó minden plusz feltétel. Na szóval ott tartott el, hogy a gyomor nem kazán, vegyes tüzelésű. Igen, ezért a gyümölcsöket általában evés előtt, vagy reggelihez, gabonaitelekhez társítjuk, van, aki ehhez sem társítja, hanem egyszerűen étkezés előtt egy órával fogyasztja el. Az jó. Ezáltal a gyümölcs borzasztó hamar hasznosul, fölszívódik, hiszen tudjuk, hogy a gyümölcsnek gyors a fölszívódása, és hogyha az étellel összekeverjük, akkor akár órákat is töltet a gyomorba, és egy ilyen erjedést indít el. Jó, Vacsi, mikor mondod? 6-kor, 7-kor? 6 óra, de úgy, hogy 7 óráig be kéne zárni a vacsorát. És igazából a konyha felé sem kéne mennünk 7 óra után. Ez egy fontos dolog, mert van, aki még éjszaka is eszik, de van, aki este 8-9-10 órakor. Az a baj, hogy ezek az este elfogyasztott ételek egyrészt nem könnyen emészthetők legtöbbször, másrészt minimum éjfélig hajnali egyik a gyomorban vannak, már pedig ez azt jelenti, hogy az első mély alvási fázisunkat. Hát ezt mindenki ismeri, hogyha 8-9-kor betérdelsz a hűtő elé, és anyuci körömpörköltjéből bevágsz egy olyan 40-50 gramot, akkor viszonylag álmatlanul hánykolódik a legtöbb ember, kivéve Feri, aki ez drogos alvás. Lehet, hogy az van egyébként. Már a térdelve borul rá a feje, miután megett, és alszik reggel 9-ig mindenben alszik. Így van, és beleborul, tudod, a csülökbe. Igen. Beleborul. Bocsánat, ez nem a mély alvás. Evés utáni álmosság, akár este is. Ezt úgy nevezik, hogy drogos vagy narkós alvás idézőjelben, ami azt jelenti, hogy az agyból kimegy a vér a gyomorba, ezáltal elálmosodunk este meg 100%, hogy még erősebben. De nincs mély alvási fázis. Hiába mondjuk, hogy én jól alszom, egy nagy vacsora után nincs mély alvási fázis, tehát másnap dekoncentráltan kelünk. Jó, ivás. Én olvastam egyszer egy nagyon érdekes cikket arról, hogy a japánok egyébként azért élnek 80 évig, 90 évig, amellett, hogy baromi jó lesznek, hogy például ők soha nem isznak hideget az italhoz, mert hogy a hideg ital az megköti a zsírsejteket a szövetekhez, zsírosod, plakkok képződnek, stb. Ők viszont meleget isznak ugye folyamatosan, ami oldja a zsír, és hogy az ő kiváló szív- és érrendszerüknek azért ennyire hatásos a működése, mert hogy a meleg ital is segít oldani, ha esetleg zsírosat isznak, míg a magyar ember megeszik valami fölömével ebédet, és bevág rá 2-3 deci hideg ital. Most mindegy, hogy mit. És a hideg az ugyanúgy sokkal a rizsbort is melegítik egyébként. Ezt akartam mondani, ugye, hogy milyen okosak, hogy a szakét is melegen isznak. Hogy melegen isznak mindent, és mennyire segít az oldani. Ebben lehet valami, hogy a zsírt akár a forró egy kicsit elmondja. Most ott le volt írva, hogy hova épülnek be a zsírsejtek, hova nem épülnek, mert nyilván szakmailag nem tudom, de nagyon érdekes volt, hogy meleget isznak, nem hideget. Olvastam ezt a hírt, de egyszerűen szakmailag nem tudom alátámasztani, mivel a szervezet mindent fölmelegít. Muszáj neki. Tehát addig nem jut át semmi a keringésbe, amíg az nem éri el ezt a belső közel 37 fokos testhőmérsékletet. Ha jó, hát megpróbáltam, mert én is olvasom a hülyeséget. Jó, hát most bedobtam egyet. Na, hát nem, lehet, hogy az van, hogy ezt a folyamatot... Picit fáj, de hát nem is vagyunk. Ezt a folyamatot nem kell megcsinálnia, érted? A meleg itallal. Nem veszel energiát. Na ez az, ezt akartam mondani, Feri megelőzött, és nagyon jó, tehát amikor meleget iszom, akkor ezzel majdnem egy órát nyerek az emésztés szempontjából, mert elképesztő erőket mozgósít a szervezet, nem is gondolnánk egy hideg ital fölmelegítésére. Hát azt viszont tényleg sokkolja a szervezetet, igen. Tehát hogy így gyomorra éhesen, kaja után, amikor iszol 2 deci hideget, az átég szétveri. Igen, de egy jégkrém, egy fagylalt is annyira visszahűti az elfogyasztott élelmiszert, amit szerencsétlen végre ugye fölmelegített egy kicsit, hogy megrágtuk, lenyeltük, és visszahűtjük egy Ezért tiszta szívből ajánlod a 36 fokos fagylaltot. Gyerekek, az arabok is teát isznak, és nem véletlenül, mert ugye a hideget elkezdi fölmelegíteni a tested, állítólag ez igaz. Ugye, hogyha te hideget iszol nyáron, azért van még jobban meleged, mert a szervezetet közben hőt kezd termelni, hogy semlegesítse a hideg italt. Na mindegy, ez egy másik. Szabad ennél is visszább mennem. A folyadékfogyasztással eleve problémám van az evés közben, mert nem való. Folyadékot nem fogyasztunk evés közben, ugyanis a gyomortartalom. Aha. Ezt fogja beszívni. Nem való fizikai értelemben, tehát nem...
Igen. Aha, tehát ja, igen, nem, azt hittük, hogy ezért nem illendő. És az asztalsoros állját fel addig, amíg a többiek nem végeztek. Nem, nem, bocsánat. Ja, úgy értettem, hogy szakmailaggal. Kézmosás nélkül nem ülünk az asztalhoz. Étkezés előtt maximum 30 perccel fogyasztjuk el az utolsó korty vizet is, és utána az étkezésig a szervezet ezt a vizet felszívja. Jó, de ezt így nem jó, számolja ki senki, Gábor, tehát hogy nincs, hogy most 9 óra 5-kor én enni fogok, és akkor most gyorsan bedobok egy pohár vizet. Micsoda, hát a Gábor nem iszik, stopperra leméri, fél óra a kajat, hogy már nem iszik. Ha nagyjából érzed, hogy enni fogsz nem sokára, akkor már nem fogyasztasz. Mikor igyak? Azon túl, hogyha szomjas vagyok. Evés előtt 30 perccel, evés után egy órával. Így nem lehet élni, hát inkább bevonulok a Markó utcába komolyan, vagy bárhová. Ez nem élet, ez hogy stopper órával a fejemmel járjak, hogy most annak azért egyéb következménye is lesz. Balázs, nézzem a csapot, hogy rohadt szomjas vagyok, de még csak 26 percet tartok. Hát ez így nem lehet élni, okay. Gábor. Tudom, hogy ez hát idegesítőnek tűnik, de most képzeld bele magad a gyomrod helyzetébe. Na. Arról van szó, hogy a gyomor szilárd ételt szeretne emészteni. És ehhez szeretné hozzákeverni a napi 1 liter összesen, 1 liter sósavat és a pepsint. A gyomor ezért létezik, ezért él, és hogyha itt zavart szenved a szervezet, akkor az összes többi, a több mint 6-7 méter hosszú bérrendszerbe is már baj lesz. Tehát akkor kaja után egy fél órával. Ha evés közben iszom, akkor a nyálmirigyek egészen más nyálat termelnek, nincs sem mucinózus nyál, ami azt jelenti, hogy nincs gyomorvédő nyál, mint egy pirítós nyál. Én most megpirítottam a kenyeret nektek. De mi a helyzet akkor levesse? Hát ugyanúgy értékelő, hogy a gyomor tudja, hogy ez most anyátyúk levese, ez viszont víz. Tehát, hogy különbséget tesz a leves és a tartalmas leves, amiben nem sok a lé, hanem a tartalom, a zöldségek, a krumpli, egyebek. És a hús. A régiek azért olyan babujást, olyan palóclevest készítettek, úgy emlékezem, hogy ahhoz ettek egy néhány szelet kenyeret, és attól jól laktak. Olyan levesben én nem hiszek, ami ilyen vizes, tehát szinte csak víz van benne, meg és tészta, néhány szem zöldség. Ilyet nem fogyasztunk, mert ez megzavarja az emésztést, a leves. Na most akkor, de pont a húsleves gyógyító hatásáról olvastam meg a múltkor egy cikket. Az is hülyeség volt. Leírták, hogy milyen jó vírusölő hatása van, hogy mennyire fontos, hogy a melegleves, a húsleves, hogy még azt is mondták, hogy antibakteriális. Hát a húsleves táptalajnak használja a szakma a különböző baktériumok gombák szaporítására, hát a húsleves egy fantasztikus táptalaj, tehát ez semmiképpen nem fertőtlenít. Táptalajnak nevezted? Táptalajnak. Te a húslevest, egy jó új házit. Jó, most azon gondolkozom, miről nem beszéltünk még. Tehát ivás megvolt, reggeli kávé például. Na, az még egy érdekes dolog. Tehát sokan kávéznak, én is minden nap beverek egyet, többet nem. A kávéról is olvassa az ember, hogy jó, nem jó, most éppen azt olvastam, hogyha tovább, minden nap megiszol egy kávét, még tovább is élsz, mert hogy annyira jó hatása van a szervezetre, az agysejtekre, stb. Mondjuk éjgyomorra én bejövök, beverek egy kávét, tönkre vágom magam? Ha éjgyomorra iszod, akkor igen, hosszú távon. Kösz. Mert a nyilván milyen erős a kávé, mennyi a koffein tartalma, stb. Ugye különböző típusú kávék vannak, de éjgyomorra nem jó az epérnek, nem jó a nyelőcsőnek, nem jó a gyomor kis görbületének, és a patkóbélnek sem. Hát igazából a kávé éjgyomorra, hát egy intenzív pörkölt anyag, tehát így éjgyomorra nem merném. A szakma azt mondja, hogy epe problémák, gyomor, hát fekélyegyulladásokat okozhat hosszú távon, egyéb tényezőkkel együtt, mint a stressz, ecetes, mustáros ételek, stb. Most aptál. Életbe komolyan mondom, ez a rovat kicsinál, de tényleg szeretem ezt a rovatot, de most már lelkiismeret furdalással kell, hogy megígyem a kávémat. Egy zabkása után viszont a zab bevonja a gyomrot. Az, hogy mindig megcsinálom, és ezt mindig elfelejtem. Most is ott van a zab, reggel 6-kor megcsináltam, most nem volt időm még kimenni. Ott van. Nem ott is értem, van. Hogy én azt mi az oka, hogy nem rohansz ki azért a zabkásáért. Hát most tettem egy kis kenyeret, ezzel most meg vagyok. Én akkor mindig berakom Jani fiókjába, hogy ne tudja, mi az a büdös az asztalán, és akkor egy hét után megtalálja a rohadt. Szabolgatom magam, aztán soha nem találom a lényeg az, hogy valami legyen a gyomorban, tehát a kávének közvetlenül érintkezzen a gyomor falla, mert akkor van a gond. Jó. Egy utolsó, mert aztán zárnunk kell, hogy ha már folyadékbevitel, akkor ugye hát itt is olvas az ember mindenféle dolgot. Tudom, hogy egyszer erről már fél évvel ezelőtt beszéltünk, de említsük meg még egyszer. 3 liter, 5 liter, 8 liter, 2 liter. Itt is annyi hülyeséget hall az ember, hogy te akkor mit tanácsolsz? Igaz ez a 4-5 liter, ami mondjuk nem ásványvíz, mert ugye a milligram per literként megterheli a szervezetet. Mi az átlagos, vagy mi a jó mennyiség minden szerinted? 10 kg testtömeg után legalább 3 deciliter víz. Jézusom. 70 kilós embernél, 7×3=21, tehát több mint 2 liter. Akkor Ferire kössünk egy lajtos kocsit. Hát persze, de húzom is magam után, és akkor nem az van benne, tudod? Feri, mit húzom magam után? Egy artézik után? Nekem telepítik a piros tűzcsapokat. Mi a mennyiséget? 70 kilós ember mondjuk?
2,1 de inkább 2. Hát nyáron 3 liter, télen azt mondjuk, hogy 2,2. De akkor mikor, ha napközben nem ihatok, mert ugye? Mondom mert már nem jön ki. Reggel 2 pohár, fölkelés után 2 pohár víz, ez már is 1,5 liter. Reggeli után egy órával egész ebédig, óránként egy pohár, vagyis 9 órakor, 10 órakor és 11 órakor egy pohár víz. Neked csipog valami? Neked egy szól az órád, vagy te érzed? Igen? Szervezet szól. Azt hittem szundiba vagy napközben, és akkor mindig megiszol egy pohár vizet. Nem, ez már 5 pohár, délután 3 pohár megint ugye 2-től mondjuk 5-ig, és vacsora után, illetve várunk egy órát, lefekvés előtt még egy pohár, ha megnézitek, ez 8-10 pohár víz, reggel 2, este 1, napközben délelőtt 3, délután 3. És úgy csak, hogy van a kocsimban, neki mindig ásványozjuk, beverek egy fél litert, az a megint bűnözöm, és pokora egyszerűen kerül. Nem iszunk fél litert, csak... olyan, már ne haragudjál, hogy ezt mondod, olyan ostoba vagy. Az a baj, hogy alákérdezett. Hát hülyét csinálok magamból ezekkel a kérdésekkel. Az a rohadt életben, komolyan mondom. Nem olyan jó a vérnyomás. Most már tényleg csak égetsz minket. És például a sport után, tehát egy sport után megiszom másfél litert. Tehát játszom 2 órát, és azonnal beverek utána másfél nem, litert. Nem, 3-szor fél litert ott lehet inni, de egyszerre másfelet nem tesz jót az agynak. Sztrókra hajlamos. Mondjuk az nálam ne keres. És mikor ehetsz sport után? Először iszunk, az ivás után egy 15-20-25 percen már lehet enni. Illetve hát a sport után azért várunk egy 30 percet. Nem lehet, mert azt mondtad, hogy fél órával előtte lehet csak inni. Hát 20 perc múlva már nem ehetek. Tehát iszunk, és az ivás után 30 percet eszünk, akkor így fogalmazom. Hm. A gyerekek, én most leöntöm magam benzin, nem együttem magam. Mindenképpen. Nem tudok élni. Pedig Gábor legnagyobb követője vagyok, és a rovat a legnagyobb, nem is tudom miért, támogatója, sőt, hát együtt találtuk ezt ki Gáborral, de így tényleg ez lehetetlen. Tehát az, hogy ne így a kevés közben, nevés után rögtön, azt mondjuk, nem. Várja ki időket, ezek szerintem megszokható. És ha gyomor működésben... És a gyerek se tehát iszik egy kakaót a vacsorához, nem vagy iszik egy gyümölcslevet, tehát semmi. Húzzuk lehet... az időt nála is. A mire gyerek... bújocskázak vele a lakásban? Vagy azért 5 éves gyerek azt mondja, hogy szomjas, azért Bennikén még van fél órád, azért azt nehezen tolerálja. Jó, ott azért más a helyzet. Hol a látott húsípja a pacsenket? Aki keres, az nem hal szomjan irány. A gyermek gyorma azért jobban tolerálja a pépes ételeket, a felnőtt gyomra jobban szereti a szilárd ételeket. Nem véletlen, hogy szinte minden szakirodalmat, ha föllapoztok, a gyomor és epe bélvédő élelmiszer úgy kezdődik, hogy szikkasztott, pékáró, pirítós, nem úgy, hogy friss, keltészt a fánk, lángos. Tehát szikkasztják. Azért szikkasztják, hogy minél szilárdabb legyen, mert a gyomornak ez a jó. Ehhez képest, aki beteg, elfogyasztja a fokhagymás pirítóst, és már is ráissza a teját. Ez agyon vágta a pirítós hatását, aminek jó lett volna egy beteges esetében a pirítós gyomornak, de a teja agyon vágta, megszívta magát a pirítós tejával, és nincs igazán jó gyomor működés. Na jó, ez szerintem ez most elég tartalmas volt. Sűrű volt. Igen. Kinek könnyű? Nem könnyű, de ezek fontos dolgok. Aztán nyilván ebből mindenki annyit tart be, amennyit tud, meg amennyit tudom, igaznak gondol. De én mindig azt mondom, hogy jó erről tudni, aztán az ember ezt vagy beépíti, vagy egy részét építi be, mindesetre nem már tudni, hogy mit okozunk a szervezetünknek, gyomrunknak, aztán kiki vérmérséklete szerint tudja ezt alkalmazni. Jó, akkor mondjátok vissza. Mikor? Kezdem. Yeah. Igen. Mit reggeliztél, Gábor? Ma ugyanazt tettem, amit ti. Oh. No, de valami turbócsiga csak volt még. De frissen. Grapefruit levet fogyasztottam az evés előtt egy 35-40 perccel. Igazából nem volt különleges most a reggelim. És ezt a füstölt krémet fogyasztottam egy kis pórjahagymával, lilahagymával és egy kis tormával. Hát most ilyen átlagos volt. És mikor iszol? Szól a stopper egészkor. Hát igazából én ilyenkor már iszom, az autóban is már. Na jó, oké, Gábor, jó volt szerintem, tartalmas. Hoztatok karobkrémet legközelebb nektek? Micsoda? Karobkrém nélkül sehol van, ne hülyeske. Mindent hozzá. Maradt még ebből a zakuszkiból valami? Igen, hoztam azt itt, hogy ne, ő a szlovák filharmonikusoknál van. Jó, melyik nagyon finom. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.